Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Újpest-Fehérvári Titánok mérkőzést követő sajtótájékoztatón. A mérkőzés végeredménye 4-2 lett az Újpest-Fővára. Szeretném köszönteni a részvőket, a vendégek a Bódán Bánat, az a hazaiakról Virág Csabát. Először a vendég vezetőedzőt szeretném kérdezni, szóval how did you see the game for your match? Oh, I think it was a tough battle. Both teams were prepared, well prepared. Unfortunately, our short bench was big low for some players to play a lot, but I think we played and we fought for every inch on that ice, and I think everybody now saw that how much that team has developed over the season. I mean, we were here for Hungarian Cup, and it seemed that we are not playing in the same league, and now we were able to put on that kind of performance. And well, of course, unfortunately, the end didn't go our way. Unfortunate penalty, and a good hockey team usually uses those chances when you give them. And maybe 1 point would be something that we deserve from today, but I'm satisfied with my team performance. Result is a little bit frustrating, but this is hockey life, this is sports. Thank you. Csaba. Mi annak a mechanizmusa, hogy egy csapat 50 percen keresztül jó egy volt, majd érkezik egy megrázás, és 10 perc alatt berámol 3-at? Te hogy látod a mérkőzést? Hát, ezek vagyunk mi. Kicsit hasonló érzés volt, mint a Dunaújváros ellen legutóbb, de mi nyilván nagyon szerettünk volna 3 pontot szerezni, és ezt lehetett látni az egész mérkőzésen a fiúkon. Igazából minden a terv szerint alakult, a középső harmadban voltak olyan felesleges kockázatokat vállaltunk támadáson, nagyon szerettük volna a másodikot megszerezni, hogy kicsit mennyi vagyunk, és nagyon sokszor, többször is átestünk, és így több létszámfölényes megugrás is lehet a titánoknak, amiből gólokat tudtak szerezni, és abszolút megnehezítették a dolgunkat, úgyhogy nem volt egyszerű. Rendkívül jó napot fogott ki a titánok kapusa, úgyhogy le a kalapot, nagyon jó meccsbe tartotta a fiúkat. Könnyű mérkőzés volt, úgyhogy szeretem az ilyen könnyű mérkőzéseket, idézőjelvel, ez kemény dió volt. De az biztos, hogy karaktert mutattunk, mert a harmadik harmadban nem azt mondom, hogy tökéletesen játszottunk, de tényleg betartottuk azokat a dolgokat, amiket kellett. Keveset hagytunk az ellenfélnek, és úgymond úgy izzadságszagon beerőltettük azt a 1-2, illetve a harmadik gólt, ami nagyon kell nekünk. A 3 ponton fölül mennyire vagy elégedett a csapat mutatott játékával? Abszolút elégedett vagyok, úgyhogy azt játszottuk, amit kellett. Nyilván igazából ott már harmadszünetben átbeszéltük azt, hogy a második harmad miket hibáztunk, miket rontottunk, és azt egyből sikerült kijavítani, úgyhogy az jó, hogy ennyire tudtunk váltani, és ennyire vevők a fiúk arra, hogy betartsák azokat, amiket megbeszéltünk, és hogyha ugyanazon a elven működik mindenki, ugyanaz az elven dolgozik mindenki, akkor jó dolgok történnek. Mindkettő vezetőedzőnek köszönöm szépen az értékelést, köszönöm a sajtótájékoztatót. Thank you. Congrats. Thanks.